Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industri Kft. készítette a fényező műhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt, valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex közép-európai Kft. sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója a Kvon. Sportosat. Híradónk vendége Lőrinc Viktor, a Ceglédi VSE kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai ötödik helyzet kötött fogású birkózója. Szervusz, Jól mondtam? Olimpiai ötödik helyzet? Sajnos jól, igen. Tehát ez még mindig még ez a hivatalos? Hát ez a hivatalos, ez, ez nem fog változni, úgyhogy igazából ezt be is írhatjuk így a könyvekbe, hogy olimpiai Az ötödik akkor, a akkor most már ez maradott? Ez, ez biztos, hogy így marad. Sajnos nálunk nincs óvás, ér plusz érmet nem fognak adni, tőle nem fogják elvenni, abban az esetben vették volna, hogyha a dopingvédséget követel. Tehát nem történt meg úgy, hogy. Még nem tudhatjuk. Hát ugye van, hogy most jött ki a London Így van, lehet hogy évek múlva, de, de az igazság, hogy ebben nem hiszek. Uh -huh. meg, meg az már nem is olyan lenne, mint amikor mondjuk Kirióba felálltam volna a dobogóra. Nyilván, hogyha évek múlva azt mondják nekem, hogy itt van az érem, nem fogom visszaadni. Uh -huh. De már annyira, hogy, hogy akkor így, így utólag így már nem hozna lázba, mintha felállt volna a dobogóra. Hát igen, egyért van az igazi, hogy ott vagyok a helyszínen, ott küzdök, megérte, és ott tudok felállni az olimpiai dobogóra. Úgyhogy az a az olyan érzés, amit ami, ami egyelőre várat magára. Az a baj, hogy ugye nem lehet sok mindent. Egyesek szerint te voltál a villámhárító. A magyar, az egykori magyar és a Nemzetközi Szövetség viharai között te voltál az a bizonyos villámhárító, a villám becsapott, és végül is akkor így lett elrendezve a történet. Hát én nem tudom, hogy ez, 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 ez hogy volt, hogy alakult, én csak a kész tényekről tudok beszélni, erről a mérkőzésről. Uh, igazából egy olyan szituációval kaptam ki, ami, ami ilyen még nem volt velem, meg nagyon nem is látok ilyenre példát, hogy mondjuk a mérkőzés vége előtt fél perccel elek úgy, hogy mondjuk én, voltam a, én úgy éreztem, hogy én voltam az aktívabb, plusz én csináltam az akciópontot. <kül> Az a baj, hogy ezen az olimpián viszont nem csak velem, más magyarral, viszont más külföldivel is megcsináltak mm -hmm. olyan dolgokat, ami azelőtt nem volt példa. Azt kérdeztem az edzéimtől, vagy olyan emberektől, akik sok olimpiát megjártak, sok világversenyt, hogy ilyet láttak-e, és azt mondták, hogy hát hasonló családtak. Mm. Úgyhogy hát mindenre fel voltunk készülve, sajnos erre nem. Ugye most alakult egy bizottság, ennek a Bacsa is ugye tagja, Igen. hogy most kivizsgálják az egész olimpiát? Igen, most történt. elkezdődött egy hmm. ilyen vonal, hogy kivizsgálják ezeket a mérkőzéseket. Igazából... És a te filmedet is viszik magukkal, az is ott van köztük. Így van, az is ott lesz, azt is vissza fogják nézni, azt is elemezni fogják, hogy hát mik történtek azon a mérkőzésen. Én igazából csak erre annyit mondani, nem szeretném, ha jövő fordulna akár egy magyar, akár egy külföldi versenyzővel egy EB-n vagy egy olimpián, mert úgy gondolom, hogy ez nem, nem méltó a, ahhoz, hogy mondjuk egy ember belefekte be rengeteg munkát, és, és hát egy bíróintéssel ezt így át tudják húzni ezt az egészet. Azt szokták mondani, hogy az éremnek két oldala van. Tudom, hogy nem sportszerű, amit mondok, de, de mi az éremnek két oldala, van, és az egyik oldala most egy pillanatban egy keserű oldal. Elképzelhetetlen, hogy pontosan nem jött, mivel ugye a neved, nem Nemzetközi is ugye többször elhangzott a bíróknál, is el fog még hangzani, hogy legközelebb világversenyeken óvatosabban fognak majd ö, veled bánni? Tehát nem lesznek annyira szigorúbbak? Én ezt nem tudom, hogy hogy fognak velem bánni. Tehát nem, nem, az azért nem, azért nem, nem, másik én, Így van, így van. Én szerintem nem lesz kivételezés. Én azt szeretném, hogy ne legyen kivételezés. Én azt szeretném, hogy egy, egy olyan szabályrendszer legyen a jövőbe amit mindenki követ. Szóval ha a fekete felére le van írva egy szabályrendszer, akkor igenis azt kövessük, és nem menjünk szembe vele, és igenis bánjanak úgy velem, hogyha én is esetleg abban a szabályban majd, majd hibázok, vagy mondjuk esetleg a riói példát uh, hozom fel, hogy mondjuk szabálytalanul védekezek, akkor igenis kapja meg az intést. Csak itt, itt nem erről volt szó, meg én nem, nem, nem várom el azt tőlük, hogy <haz> nem, nem, kicsit is enyhébbek legyenek velem. Mm, igazából ugyanazt, ugyanazt az elb elbíráskodást várom, amit másokkal is. Nem is fordult meg soha a fejedbe ott Rióba, hogy kész vége, abba hagyod? Nem, hát ez szó sincs róla, szóval nekem sok, sokan megkérdeztek, meg egy-két hírportálon az megjelent, hogy, Na. hogy lehet, hogy fel fogom adni, hát szó sincs róla, uh -huh. szóval azért egy pillanatra se fordult meg a fejembe. Igazából 26 éves vagyok, Tokióban 30 éves teszek, bőven bele fog férni a pályafutásomba. Sőt, még akár a 2024-es Budapest is, ahogy, ahogy Nem kell, hogy, hogy, annak is nekiugranék, úgyhogy Úgyhogy szó sincs erre az egészről, hogy én, hogy én feladtam volna. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy azért van ennek egy pozitív oldal ennek az olimpiának, szóval az képest, hogy az első olimpiámra mentem, azért szerencsére ki tudtam zárni ezt az egészet, uh -huh. szóval csak a versenyre tudtam koncentrálni, plusz egy olyan állapotba kerültem, amit, amit, amit én szerettem volna, hogy, hogy tényleg a tudásom legjobbát adjam ki magamból, és ez az aznap sikerült, ez már más kérdés, hogy ez egy olimpia ötödik helyzet volt elég. Úgy érzed, hogy sikerült? És csak azért kérdezem, mert a döntőbe Jutásért, mert siker, Bandi fogalmazott, tehát valami buta hiba volt. Nem, volt az, ez nem. Hát ez egy, igazából ez Virkosztom az orosrác, 5 hét az olimpia, 5 spanyol díjon. és ő, neki az erőssége a lenti. És ott egész jól ki tudtam védekezni, és elemeztük az ő mérkőzéseit, uh -huh. hogy ő csak balra ö, emel. És e, ezt én ki tudtam védekezni az első leküldésnél. Csak a másik leküdésnél meglepett, egy jobbra emeléssel, és azzal csinálta meg rajtam az akciót. Igazából ő jobban taktikázott. Szóval én erre, erre a húzásra mm. nem voltam felkészülve, úgyhogy most érzem, hogy mondjuk probléma lett volna, mondjuk e, e, igazából nem készülök fel belőle teljes mértékben. Egyszerűen elővette egy olyan húzást ellenem, amit, e, amit az előtti versenyen nem. Mm. Ő ide tartogat tesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére Először leg, még hogy a hát, régi sütött terv, hogy azt hitt, hogy mindok, és tehát. Így van, az aztán ujjal. pedig me me mm. meglepett ez az akcióval. E, azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol jobb voltam nála, ott érezhetően, itt viszont nem tudok mit, keznivel, kezdeni vele, egyszerűen jobb volt ez a napon nálam. Én ezt elismerem, uh -huh. hogy, hogy végül megnyerte az olimpiát, jó birkózott, megérdemelten nyerte meg az olimpiát, úgyhogy az egy tiszta, tiszta meccs volt. Uh -huh. Akkor, a bronzért, akkor nem volt benned úgy semmi tüske. Nem, nem. Szóval amikor a mérkőzésre, akkor nyilván el voltam keseredve, hogy azért mégsem semmi döntött fog birkozni, pedig én úgy készültem, hogy uh -huh. ennek a napnak úgy mentem neki, hogy, hogy igenis döntött fog birkózni, de hogy a szőnyegre egyből, Szövetségi kapitánya, a vezetőkkel egyből jöttek hozzám, és megbeszéltük azt, hogy innentől kezdve akkor ezt a meccset elfelejtjük, és mm -hmm. csak a bronzmérkőzésre koncentrálunk, és kell nekünk a bronzérm. És szerencsére teljesen át tudtam mm -hmm. teljesen uh, uh, ki tudtam zárni ezt az egészet, hogy mi történt ezen az elődöntőn, és uh, hát úgy mentem fasz hogy hogy igazából tudtam azt, hogy hogy én fogom megszerezni ezt a bronzérmet. Hát sajnos nem így sikerült. PNS tart még. Öhm, még van még belőle egy hetem, szóval volt egy ötnapos öt napos pecám, meg most megyek külföldre egy hétre, és igazából azzal lezárul, most pénteken utazom el egy hétre, és ahogy visszajöttem, mondtuk, kezdve igazából öh, elkezdődik a, a, rendes meló. Novemberben kezdődik az edzőtábor, ugyanis decemberben itthon lesz a, öh, a csapatvilágbajnokság, valamint két nap a később pedig a nem olimpiai csoportoknak a világbajnoksága, úgyhogy oda is, oda is készülünk. Mármint, hogy segített felkészíteni a hát így van, éreket? meg a csapat vb -n pedig indulok. Ott viszont valószínűleg hogy első csapattal fogunk indulni, uh -huh. plusz így van, segítjük azokat az embereket, akik két nap múlva indulnak a vb n Azt két súlycsoport? Így van, 71 és 80 kg lesz a kötött fogásnál. A szabad fogásnál most nem tudom megmondani, melyik, hanem uh -huh. mondjuk, és újcsoportok, Ugyan, ugyanott szerintem ott is kettő uh -huh. súlycsoport lesz. Akkor nem volt semmi nagy lazítás? Igazából egyelőre nem volt szóval én otthon voltam, én nagyon szerettem volna otthon lenni pihenni, szóval ez az év ez nagyon hosszú volt, rengeteget voltam edzőtáborban, uh -huh. külföldön, versenyen, kimerített ez az év, és szerettem egy kicsit otthon lenni a családdal, a barátaimmal, szeretek otthon lenni Cegléden, és nekem ez volt az igazi feltöltődés, hogy otthon tudtam lenni, egy kicsit le tudtam lazítani, hogy el tudtunk menni pecázni, plusz még ezt az egy hetet még, még rászám annak, hogy teljesen fel tudjak frissülni. Uh -huh. Milyen volt otthon lenni, hígy az események tükrében, gondolom mindenki megállított, mennyire volt jó az, hogy állandóan erről kell beszélni, mennyire tudtad ezt úgy nyugodtan kezelni? Ez az elején nagyon nehéz volt, mert épp beszéltünk róla, hogy hány meséltem ezt a történetet, és hát 30 fölött járok, igazából az elején nagyon nehéz volt, szóval elcsuklott a hangom, azért ott nagyon friss volt ez a történet. Most már azért könnyebben beszélek róla, azt mondanám, hogy hogy azok az érzések nem jönnek fel, mint amikor elsőnek elmondtam. De, de mivel nagyon sokan írtak nekem az olimpia után, és nagyon sokan végigkövették az én versenyemet, plusz a többi magyarét, ezért én úgy gondoltam, hogy tartozom nekik annyival, hogy igenis kiállok, és aki esetleg nem látta, annak újra el fogom mesélni. De úgy gondolom, hogy most már annyiszor elmondtam, hogy <laughs> igazából akit érdekel, az látta, akit pedig nem érdekel, az ezután se fogja. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy, hogy igazából most már tényleg mindenhova eljutott. És Ötödik voltam, és készen Így van, ezzel nem mit kezdeni. Ötödik voltam ez az olimpián. Ha csak azt hiszem, hogy tényleg az első olimpián volt, akkor akkor ezt is egy, egy jó eredménynek tudom magamnak elkönyvelni. Plusz az, hogy ez egy olyan út a, a felkészülésemben, hogyha egy ilyen felkészüléssel fel tudok készülni a jövő évi EB-re, akár VB-kre, akkor joggal váratok el magam tokomi eredményeket, úgyhogy ez motivál. Mm. Amúgy valóban keményebb egy bébi megnyerése, mint egy olimpiai megnyerése, hogyha az ellenfeleket nézzük, az erősséget, stb. Tehát ha, maga a sportot nézzük, és Hát Ha azt nézzük, nem akkor a, a világbajnokságon mindenki indul. Szóval ott igazából nincs kvalifikáció. Ha ezt nézzük, akkor igazából eh, többen indulnak. Lehet, hogy igazából az olimpiai vannak olyanok, olyan súlycsoportok, ahol mondjuk a jók otthon maradtak. Szóval, hogyha így nézzük, akkor lehet, hogy van olyan véd, amit nehezebb megnyerni, ez azért úgy gondolom, hogy egy olimpián maga a tény, hogy egy olimpián bírkozik az ember, hogy azért ha valakit az össze tud nyomni, és mondjuk nehezebben tud nyerni. Viszont mm -hmm. valakinek ez könnyebben megy, ez igazából egyénfüggő, hogy ki hogy kezeli ezt Na, nálad volt? Nyomott, nem nyomott? Én úgy éreztem, hogy nem nyomott ez az egész engem. Én nagyon vártam, hogy bírkozzak az olimpián, vártam mm -hmm. a versenyt, egy pillanatra se volt az bennem, hogy én most, ahogy fölmentem a szőnyegre, hogy Úristen olimpia van, Úristen kamerák, mm. ember nézze, egész világ nézze, egy pillanatra sem fordult meg ez bennem, úgyis is tudatosan készültem erre már. Igazából, amikor a testvéremmel beszéltem, ő megjárt már, ez volt a harmadik olimpiája. Igen. Mindig, mindig, az volt, hogy leültünk és beszéltünk róla, hogy ő neki milyen volt, milyen élményei vannak, hogy ő hogy készült fel, hogy ő mondta, Igen. hogy az első olimpiája elragadta. Szóval egy kicsit nem teljesen tudott oda koncentrálni a, a versenyre, ahogy szeretett volna. És ezeket mindig próbáltam beépíteni magamhoz, plusz az, hogy pszichológus segítségével azért tudatosan készültünk erre. Így utólag a tesó gyólatta át a élményeket? Valóban... Én, úgy gondolom, hogy jó. Ami szóval, uh -huh. tényleg amiket elmondott, hogy hogy lesz, ugyankezzen, így van. Azok, azok azért tényleg egy kicsit már bennem volt, szóval nem az volt, hogy uh -huh. teljes odaléptem, és akkor minden új. Hanem mivel ő elmesélt az élményét, azért már én is magamének éreztem egy kicsit, és annyira nem volt meglepő ott lenni. Uh -huh. hát igen. Azért örülsz, azért a szövetség kiharcolt plusz támogatás neked. Így van, ez... én ezt nagyon szépen köszönöm nekik, és úgy gondolom, hogy a mai világban ez nem minden napi dolog, hogy egy szövetség teljes veszélyességgel kiáll mellettem, és azt mondja, hogy, hogy igenis kipótolja a bronznak eljáró jutalmat, plusz az, hogy még egy bronz keresztre is jelöltek, amit megkaptam, plusz lesz majd egy fre, fair play is, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindent megtettek az ő részükről, Plusz az, hogy ahogy lejöttem a szőnyegre az olimpián, ők odaálltak mellém, és azt mondták, hogy az ő szemükben én vagyok a bronzérmes, és az azóta is kitart. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez nagyon jól esett, és segített átvészelni ezt a, ezt a nehéz helyzetet. De akár említeném hmm. a városomat, Ceglédet, ahol igazából egy, egy város fogadott, plusz a polgármester, Igen. ott pedig kaptam egy elképes bronzérmet. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amik, amik segítettek egy kicsit jutni ezen az egészen. Lehet, hogy pont azért fogod Tokióban megnyerni az olimpiát? Hát így van, szóval nekem... Mert ez az gondolom, akkor végig benned lesz majd. Így van. Hogy ezt, ezt láttam, hogy nagyon sokat segít a sportonak, hogy, hogy igazából hányan állnak mögötte, hányan buzdítják, ez nagyon sokat jelent. Én tudom magamról, hogy amikor Pesten a Vén n birkoztam, mennyit jelentett a számomra, hogy hazai közönséggel uh -huh. tudtam birkozni, hogy tudom azt, hogy mennyit tett hozzá az én birkozásomhoz. Plusz az meg itt, hogy, hogy rengeteg ember, leszólítottak az utcán, hogy oda jöttek hozzám, hogy látták ezt az egészet, és hogy ők is bronzérmesként tekintenek rám, vagy akár csak azt mondják, hogy láttak egy-egy meccsemet, és hogy mm. milyen jó volt látni, hogy birkózok, és hogy hogy, hogy el, elverem az ellenfelémet. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, hogy igenis, igenis, ez jót tesz egy sportolónak. Te Súr, mit mondott neked négy szem közt? Hát igazából nehéz volt erről beszélnünk már, <kül> mert az igazság, hogy én úgy érzem, meg azt, amit átbeszéltünk a verseny után, hogy ez rányomta a bélyegét az ő versenyzésére. Akár mennyire kizárni ezt az egészet, ez nem, nekem se sikerült volna. Úgy gondolom, mm. hogy egy testvérpár így egymásért küzd, nem tudták volna kizárni ezt, hogy, hogy mi történt előző nap. De, de pont ez pont ezért ő... gondoltak, az, hogy akkor miért nem harapott jobban, hogy azért mindenkit szétszedek, mert hogy ezt csináltak a öcsikében. Hát tehát... így van, ezt, 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 nem tudom, ezt majd tőle kéne megkérdezni. Mm -hmm. Én minden ugyanezt elmondtam neki, hogy innentől kezdve foglalkozunk, foglalkozzunk, ez a nap lement, ez így sikerült, holnap neki kell megnyerni az olimpiát, és én, én, szinte biztos voltam benne, hogy, hogy érmet fog szerezni, az megint más történet, hogy mi történt ezen a mérkőzésen. Igazából sajnos ez így sikerült, ugye ezzel nem tudunk mit kezdeni. Csillagok állása nem voltak kedvezőek akkor? Hát talán több is, mint ez, de mondjuk így. És akkor nem baj, nézzünk előre, így van? Így van. Én is csak a jövőre koncentrálok, hogy Jövőre Belgrádból lesz az Európa Bajnokság, felnőtt elbét még nem nyertem, épít az ideje, úgy gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik, amik tesznek az én pályafutásomhoz. Annos bronzérmed van, ugye? Így van, 2012-ben pont ugyanitt szereztem egy... egy hát ez a bronzérem, pont hogy passzolt volna ide, EB, VB, Nagyon Oripia passzolt volna, nagyon, nagyon bronz. el tudtam volna képzelni a vitrínba a többi mellett pont jó lett volna, és akkor ez, én úgy, úgy, éreztem, hogy lezárult volna egy bronzkorszak. Uh -huh. Én ezt így szerettem volna, igen, hogy, igen, hát más lett volna igen. hogy, megérettem arra, hogy bronzérmes legyek világversenyeken, de viszont azt érzem már, hogy, hogy ideje kilépni ebből a, ebből a volt, az és árnyékból. Volna az arany volna az aranykorszak, így van. És én így készülök az összes versenyemre innentől kezdve, hogy, hogy igazából most szeretnék, már az szeretnék aranyérmes lenni. Szóval most már bennem van tényleg annyi versenyzés úgy érzem, hogy most már egyet, egyre több tapasztalat. Nyilván még kellene, még mindig, mindig kellnek még több verseny, hogy azért ez még kiteljesedjen, de úgy gondolom, hogy, hogy miért ne lehetne jövőre az eb n vagy miért ne lehetne jövőre a vb n vagy akár 18-ban a vb n úgyhogy, úgy, úgy gondolom, hogy egy ilyen felkészülésre fel tudok készülni, akkor ez mind lehetséges lesz. Ugye Budapest? Így van, újra Budapesten lesz. Nagyon örülök. Ugye 18-at ezért is. Igen, ez pont Mert... akkor lett bejelentve, amikor megkaptam a, a jutalmat. Hát ez a számomra ez, ez, ez egy nagyon boldog pillanat volt ez az egész nap. Ugyanis hát én tudom, hogy milyen érzés egy itthon uh -huh. szerepelni egy világbajnokságon. Hát fantasztikus érzés. Azt, hogy mondjam, hogy tehetetlen vagyok ebben a szempontból, mert minél többször jó lenne ilyen versenyben irkozni itthon. Úgyhogy én, én nekem ez nagyon fontos volt, hogy, hogy igenis belerakjam ebbe az egész <kül> Tokió felkészülésembe, hogy szeretnék kis célokat kitűzni uh -huh. magam elé, és hogy telnek múlnak az évek, ez azért fontos lesz, hogy 18-ban azért ott lesz egy Pesti VB, és mondtuk, hogy ez a két év múlva vagyunk, hogy Tokió, ami el ez el már fog el, így Már gyorsan. Így Most már tudod, hogy gyorsan <coughs> Gyorsan elszalad ez a két év. Pontosan. Egyébként nem is csináltál más, nem motorosztál, nem másztál hegyet, semmi? Extrem, nem, jobb, nem szeretnék most. ilyen, nem használok ilyen extrém sportokat, ugyanis benne van a rizikófaktor, hogy, hogy esetleg megsérülünk. Aztán ezeket szeretném kizárni. Tehát el, ilyenkor is ilyen a... profin gondolkodtál, most akkor volt ez a szünet, hogy <hül> Hát így van azért, nekünk ez számolni kell hogyha mondjuk elmegyünk uh -huh. egy ilyenre, hogy benne van egy sérülés veszély, ami ott kezdődik el, hogy megint kihagyás. És hát nem engedhetem meg magamnak azt, hogy nekem mondjuk az alapozás úgy kezdje, hogy egy hónapot kihagyok. Ez uh -huh. nagyon fontos, hogy, hogy igenis ott kell mindennek. Megmondom őszintén, szinte soha nem vonzott az engem. Szóval én magamban annyit kiadok edzőtávon, mm. meg edzésem, hogy nem marad bennem annyi fölösleges energia, hogy a szabadidőmben mondjuk elmenjek hegyet mászni. Ha meghallod, azt hiszed, hogy alapozás. Kiráz még a hideg? Mert ismertem jó pár birkózót, akit már a szó hallotta, már kész, kirázta. Nem rász ki a hideg, mert ugyanis nem nyilván nem egy kellemes edzésforma ez, hogy folyamatosan Hosszú edzések, és ez egy monotomitás, futás, bírkozás, erősítés, de ez kell hozzá, hogy egy olyan alapot Jó, építsünk Tudatok fel, És hát, hát ez, ez tart igazából, szóval ezen, ezen, ebbe gondolok bele, hogy ez kellni fog hozzá. Nyilván én is szeretek másfajta edzéseket csinálni ezeken kívül, nem a kedvencem közé tartozik, tehát ez is hozzá tartozik, úgyhogy meg kell csinálnunk ezt is akkor tudomásul veszed. Hát de hogy nem rász a hideg, nem, akkor nem, még egyelőre olyan régóta még nem vagyok benne, hogy, hogy mondjuk kirázzon a hideg. Úgyhogy e, azt már meglátjuk majd tíz év múlva, ha beszélgetünk, akkor hogy... Akkor marad a, lesz, a horgászás. Marad a horgászás, elég lesz az, úgyhogy én ott az ki, jó, tudom, az... ki, tudunk, teljesedni, le tudunk lazulni. Két szegyébe el tudunk menni két órára, két öt napos túrára, úgyhogy... Ennyi elég Horgászás? Nem, nem? jó lenne, sokkal több, de nem engedi meg az idő. Ugyanis egyfolytában táborban vagyunk, Igazából ez két időpont is olyankor, mondjuk EB után uh -huh. van egy hét, mondjuk vb után két hét van. Szóval ez két olyan időpont, amikor hosszú, hosszabb távra el tudunk menni. És akkor a pece volt, meg ott áll addig? Hát Fél addig, évet ott vár, addig arra, jött napra áll. elvitt, aztán megint el. Így van. Hát igen. De akkor nincs sok időt felkészülni a horgászásra se? Nem, azért van elmélbe keményen készülünk egész ja. évben, ezen nincs probléma, igen. Úgyhogy nézzük a dolgokat, hogy honnan lehetne újítani. mi amire mentek a tóhoz, addigra már tudjátok azt is, hogy hol éppen milyen mi és a talaj, hogy néz ki, és hogy... Hát majdnem, mert ugye? sajnos nem mindig sikerül úgy ez a történet, hogy szeretnénk, szóval, de hát azért megteszünk érte mindent, szóval azért is ez egy olyan dolog, hogy fejlődik, fejlődik a világ gyorsan, úgyhogy követni kell az új trendeket. Ezt lehet tudni, hogy a virkózók miért ennyire jók horgászatból? Hát honnan nem. van ez, hogy, birkózók többsége ugye imádja a horgászást. Na, hát egy része. Egy Jó. része. De az viszont az, az elvakult. Így van, az ennyire. Te hát honnan? talán a kitartás talán az, hogy, hogy, ez, hogy igenis ülnek a pecabot mellett, és képesek vagyunk. Tényleg. Egy Attila napot... aki egy, egy örök bozgó, és hagyd mondjam, milyen volt fiatalként, versenyzőként. És... Hát vele járunk pecázni, ahol akik Miskolc mellett van Harcsány nevezett tó, oda járunk horgászni, és hát ő szokott velünk jönni. Igaz már nem pecázik, pedig folyamatosan Rajta vagyunk, hogy szeretném látni, no, mert sokat hogy, hallottam hogy. róla. Miért? Hogy, nem? Hát az az, hogy én hallottam régen sokat pecázni, csak aztán mondta, hogy nincs nincs annyi ideje rá, sok elfoglaltsága van hmm. neki, és hát ilyenkor is igazából egy-egy fél napra lejön hozzánk, ott tud lenne, után utána mennie kell, mert edzést kell tartani neki is meg. Mert junior is és versenek kell járnia. Úgyhogy Igen, kevés. Így van Mert a tevékenység is így van, úgyhogy ez sok teendője van neki. Uh -huh. De de most már azért szeretném, hogy percszabotot fogjon a következő órán ő is. Valahogy rá kell beszélni? Valahogy rá kell beszélni, úgyhogy ez jó lenne. Csapatból ki jár még horgászni? Hát nagyon, mi vagyunk ketten, most már Fodorzoli Zoli járt még horgászni. Igen, de ő. ő mondjuk ő, ő szokott azért, uh -huh. csak nálam megszületett a másik gyerek, aztán ott azért sok elfogadásság hát, igen, van, igen. igazából picik még a gyerekek, úgyhogy gondolom majd, ha nagyobbak lesznek, akkor majd több ideje lesz neki is majd pecázni. Igen, családapa élet, igen. igen hát az... Azért ez az, az más. Szingli? Nem, nem, hanem éppen tánap este történt az eljegyzés. Na. Tehát este jegyeztem a barátnőmet. Úgy Hol? Negyed. sort vagy -e? Nem, onnan hazafelé jövet. <laughs> ö... Mert ugye ott voltatok, ott csak volt volt én azért. Ott nem... igen, és hogy hazaértem este, akkor megtörtént az eljegyzés. Is, mm, én mondtam neki, hogy, hogy én spontán leszek. Olyan szóval nem fogom nyaraláshoz kötni uh -huh. szülőnap, karácsony, hanem egy olyan pillanatban lesz, amikor tényleg nem számít rá. És Tehát hát, ő is lent volt veled? nem, nem volt, nem Aludt, nem mert ment ma reggel dolgozni, és hát éjfélkor sikerült ezt Hazamentem? Nem, hazamentem, és hát ő, akkor mentem a szobába, felkapcsoltam a villanyt. Felébresztette, hogy hol a pesgő? Akkor... Azt nem. Ő csak annyit mondott nekem, hogy kapcsoljam el a villanyt, aztán hát mondtam, hogy előbb nézze meg, hogy mi van nálam. Uh -huh. Úgyhogy most, 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 most örül neki. és, elment dolgozni? Így van, elment dolgozni. Meg igen. ezek után elment dolgozni? Hát igen, nem maradt otthon. Hétvégére terveztek valamit, ha már így szóba került. Hát pénteken utazunk külföldre, nyaralunk egy hetet. együtt akkor. Igen, nem. együtt, úgyhogy szeretném, hogy ez még meg legyen, mert ő is egészében dolgozik. Mm. Szeretném, hogy egy kicsit ő is pihenni tudjon. Teneri félre megyünk, úgyhogy. Mm. Miért nem ott kérted meg? Hát nem. Hát, az már túl nem, ö, banális, nem. már nem. Ugye, renget, Én rengeteg ilyen ugye, celeb, ott van, szoktak külföldi nyaralás, stb. Kimegyünk külföldre, is. Biztos, hogy benne hogy számít a rá. számít rá vagy a hajón, vagy valahol. Így van, egy ilyen helyen én szerintem számítanak rá, és én pont ezt szerettem volna, hogy ne, ne legyen ez benne, hogy most akkor. Hanem egy olyan pillanatban, amikor élg abszolút nem számít rá. Tehát, nem a... ilyet szerettem volna, hogy mondjuk alszik, de, de hát így jött ki a lépés. Szeret, hogy azt hisz, hogy álmodta az egészet. Mondtam neki este. Hogy lehet, hogy csak álmodott, de aztán mondtam neki, hogy mondom, mégse álom. Viktor, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jó pihenést. Köszönöm. még akkor egy hét kemény pihenés vár rád, ugye? Így van, még azt még betervezem, és akkor utána. Utána. úrunk a melónak, már. Ez bőven feladat. Visszáll minden a régi kerékvágásba akkor. Így van. Dresszerelés, minden rendben van, ki van már most a tiszta? Az mindig is rendben volt, hogy én közben is edzettem az olimpiát, másfél hetet pihentem az olimpia után. Uh -huh. Egybe Egyből mentem az edzőterembe, úgyhogy ezzel nem volt a probléma. Én azóta folyamatosan igazából edzettem. Úgyhogy azok, azok rendben vannak. Akkor se hisztad ki? Nem, szerencsére nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy súlyom is rendben van, bár régen álltam a mérlegre, de nem lesz ezzel probléma. Még jó is arra az egy hétre. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.